Én Slomo vagyok. Te ki vagy? Egy ideális világban tudom, hogy ki vagyok én, és azt szeretném megtudni, te ki vagy. Egy ideális világban. De az ideálok nem mindig valósulnak meg. Azt mesélik például, hogy a Hell nevű kis tetőben élt egy kis zsidó, aki komoly problémával küszködött. Hogy? Hogy hol van ez a Hell? Nos hát igen, a történetünk szempontjából ez végül is mindegy. De amúgy nem érdektelen. Helm egy nem is olyan kicsi lengyel település, nem messze Lublintól. Közel 40 ezer lakosa talán nem is tudja, hogy a jiddis fogalomvilágban Helm a nagyon nem okos zsidó lakosairól volt ismert. Élt át ebben a Helmben egy kis zsidó. A történet kedvéért hívjuk Jákobnak. Jákob komoly dilemmával küszködött. Olyan kihívással nézett szembe, aminek feloldásán hetekig törte a fejét. Hogy mi volt a probléma? Nos, a mi Jákobunk félt elmenni a fürdőbe. Abban az időben ugyanis mindenki a közfürdőbe járt tisztálkodni, de Jákob rettegett ettől. Attól félt Jákobunk, hogyha elmegy a fürdőbe, bemegy az öltözőbe, nekivetkőzik és leveszi a ruháját, anyaszült mesztelenül nem fogja megismerni önmagát. Ha nem lesznek rajta jól ismert ruhái, ha leveszi cipőjét, sapkáját, az ismertető jelek nélkül marad, és összetéveszti majd saját magát valaki mással. Jákob rettegett attól, hogy majd ott a fürdőben szem elől téveszti önmagát, és soha többet nem fog magára találni. Mit tegyek? Gondolta magában, majd egyszer csak zseniális ötlete támadt. Lábújára rákött majd egy piros szallagot, és így a masniról mindig felismerhető marad. Nos, a nagy ötleten fellelkesülve, Jákob rögtön irányba vette a fürdőt, az öltözőbe érven bátran nekivetkőzött, lábujjára kötötte a piros szallagot, és beállt az első zuhany alá. Ahogy ott a meleg vízsugár alatt élvezkedett, egyszer csak kétségbe esetten vette észre, hogy a víz lemosta lábáról a masnit. Húha! Pánikolt magában. Hogy fogom magamat felismerni? Már egészen elvesztette önmagát, amikor egyszer csak azt vette észre, hogy a masnit a víz a mellette levő zuhany alatt álló férfi lábához mosta. Sőt, annak a lábujjára tekeredett a piros ismertető jel. Ahogy Jákob felfedezte az ismerős szallagot, bátran odalépett fürdőző társához, ismerkedve kinyújtotta a kezét, és így szólt. Kérem, segítsen nekem, uram! Azt tudom, hogy ön kicsoda, de ki vagyok én? Ki vagyok én? Mi vagyok én? Olyan kérdések ezek, amelyeket nem elég gyakran teszünk fel magunknak, és még ritkábban válaszolunk rájuk. Sok időt, egyre több időt töltünk azzal, hogy kik, mik, vagy milyenek mások. Nem kevés időt szánunk arra is, hogy megtudjuk, mit gondolnak rólunk, lájkolnak-e, osztanak, felismernek, vagy szeretnek-e azok a bizonyos mások. De hogy kik is vagyunk mi valójában, erre már kevésbé jut figyelmünk. Eheti Tóra szakaszunk, Vaikra, Mózes harmadik könyvének első párseja a Szentélyben hozott vétekáldozatokról is szól. A Tóra a vétkező ember esetét így vezeti fel. Nefesh ki techta, ha egy lélek vétket követel. A Kabbala egyik alapműve a Zohár, ezt az idézetet a kontextusból kiemelve egy kérdőjellel a végén költői kérdésként értelmezi. Ha egy lélek vétket követel, vétkezhet a lélek? Legbenső énünk, a bennünk lángoló isteni szikra elkövethet egyáltalán vétket? A zsidó filozófia szerint legbenső énünk isteni lehellet, amely mindig a jóra törekszik. Az ember eredendően jó. Ha tehát vétkezik, akkor azt csak azért teszi, mert megszállta a bolondság szelleme. Legbelső énünk jó, hiszen mindannyian isteni lélekkel születtünk. A bibi csak akkor van, ha elfelejtjük, kik is vagyunk. Spirituális amnéziába esünk. Elfelejtjük gyökereinket, zsidóságunkat, legbenső lelkiismeretünket, és ahelyett, hogy saját magunk megismerését és megélését vállalnánk, a magunkra és másokra kötött piros szallagokkal vagyunk elfoglalva.